Előkerült egy hangfelvétel, ahol a fideszes vezetők már a pályázatok kiírása előtt eldöntötték, kik fognak nyerni az EU-s pályázatokon. Írta Rubocki Tamás, megjelent az Orbán lapjáról kitiltottak társasága oldalán. A korábbi uniós ciklusban 2000 milliárd, a jelenleg futóban 12 milliárd forint kárt okozhat Magyarországnak az államilag szervezett és támogatott korrupció. A volt LMPS társelnök Hatházi Ákos hangfelvétellel bizonyította be, hogy a fideszes vezetők már a pályázatok kiírása előtt eldöntötték, kik fognak nyerni azokon. A felvételen Ács Rezső szekszárdi polgármester hallható, aki elmagyarázza Máté Péternek, szintén kormánypárti tanácsadójának, hogy Magyarországon ma bizony ez az állami gyakorlat. A pályázati rendszer ma így működik Magyarországon. Lejön, és azt mondja, hogy én kompletten megcsinálom neked, megnyerem neked, de én hozok mindent. És ha nem, akkor megyek egy várossal odébb. Mert van egy kvótám, amit én elosztatok, és ha nem, akkor megyek egy várossal odébb. Zárt ajtók mögött sajnos ez van. Nem apró titkokról, egyedi elkövetőkről van tehát szó, hanem tudatos szisztémáról. Az Európai Uniós források ellopására kiépített rendszernek a pályázatokról döntő minisztériumok is aktív működtetői. A minisztérium kigondolja a pénz leosztás arányát, a botrányosan túlárazott, de sokszor színvonaltalan beruházásokkal házalnak a leendő nyertesek, majd a helyi önkormányzatok asszisztálnak a közpénz ebben a formában történő ellopásához. A legtöbb uniós forrásról idén évelején egyébként még akkor a Lázár János vezette miniszterelnökségnél és a Balogh Zoltán fémjelezte emberi erőforrások minisztériumánál döntenek. Jó példa erre a Vosinski Mór óvoda Szekszárdon, melynek bővítése 130 millió forintba került, miközben piaci ár 200 ezer forint per négyzetméter, esetén elegendő lett volna 66 millió forint, tehát kétszeres volt a túlárazás. A kivitelezéshez kapcsolódó korrupciós ügyben két hónappal a munkák után Hatházi Ákos feljelentést tett, azonban az egyértelmű bizonyítékok ellenére nem történt semmi. A rendőrség az ügyet a NAV-nak továbbította, mivel sem a hivatali visszaélést, sem a hűtlen kezelést nem találta meg alapozottnak, ezt követően az adóhatóság dobta azt vissza a rendőrségnek azzal, hogy ez nem költségvetési csalás, hanem hivatali visszaélés vagy hűtlen kezelés. Szekszárd fideszes polgármester elismerte, hogy a felvételen ő beszél, de azt állította, hogy a felvételt megvágták, így az megtévesztő és a tények elferdítésére alkalmas. Szerinte Szekszárdon minden a legnagyobb rendben van. A Fideszhez közel álló Lánczy Andrást idézve. Amit korrupciónak neveznek, azt gyakorlatilag a Fidesz legfőbb politikája. Elkötelezettséget, te is mondasz, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát most úgy kötelezzük el munkat, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Mert te is tudod, hogy nem tudod. 80%-os támogatottság, és már megjegyük, hogy nem tudod. Igen, de jó az ajánlat, tehát az a pályázati anyag, tehát magas az összeg, ebből az összegből garantáltan meg lehet csinálni úgy, hogy a támogatás összegből úgy, hogy aki csinálja, az a meg lehet finanszírozhatni, tehát nekünk nem fog pénzünkbe kerülni. De erre mi a fogad? Mi erre a... Az energetikai beruházási szempontból középtávon az a legjobb befektetések van, de mindenki ezt nyomja. Jó, de a lényeg az, hogy ezzel az ára a Lánczy fogunk olyan kivitelezett, aki meg fogja csinálni úgy, hogy nem kell közbe fizetnünk. Elég neki akkor fizetnünk, hogy megvan a pályázati pénz, tehát nem kell megfinanszírozni, a lényeg ez. De túl van árazva? Igen. Na most ez a túlázat, én azt mondom, mindig olyan óvatosan jöttek most, hogy nem tudom is, hogy én már arra emlékszem, eddig meg olyan pályázatok voltak, hogy miért azért vettük be, mert arra állom a pályázat. Ez most pont más. Az a baj, hogy mi van túlázva szerintem, hogy mi nincsen túlázva, az mindig szubjektívan kell, mert számít a Szent István tér 8 fogorvosi rendelőt, tudod, akadálymesztőség, azt meg azért vettük le, az meg alulban állózva. És a végén meg azt látjuk, hogy épp, hogy ki tudunk belőledni, mert hozzáteszed azt a nyilvánosságot, meg hozzáteszed
tudják, hogy az pályázatot fogadtak be, az egyik az a mi pályázatunk, és valami napelemekkel lesz az egész, meg elektromos radiátor, meg de csak ott az volt a félreértés, hogy ezt nem akartak ennyi napelemet, meg elektromos radiátort, mert hogyha nem süt a nap, akkor mire fognak a gyerekeknek fűteni. Hát ha senki elmondta, hogy a mostani fűtést azt meg ki kell dobni. Tehát ugye ez egy olyan lesz, hogy ha van süt a nap, akkor napelemet, ha nem süt a nap, akkor meg nem napelemet. Mi is fogalmazott a magyar gazdaság kiemelten fontos cég vagy vállalat?